Úgy látszik, ez lesz az. Á, de megijesztettél. Ó, elnézést kérek. Itt lakik Bruno Moravia? Itt. Igen, de éppen semmire sincs szükségünk. Nem akarunk venni semmit, mindenünk megvan. Csak hogy én nem árus vagyok, ám. Hát ki vagy? Kács, Rosteri Vácsával üdvözlöm. Á, a gyerekek nevelőnője. Há? Igen, de teacher. Értem. Akkor most lép le, amíg nem késő. Miért? Mert inkább költöz be egy börtönbe, mint ebbe a házba. Nem úgy van az asszonyom. Akkor gyere be, majd megtudod, hogy miről is beszéltem. Én megyek a piacra. Elhallgass! Csendet! Jó napot! Hogy van? Az a hölgy engedett be, aki az imént kibent. A nevelőnő vagyok. Á, igen, már nagyon vártuk. Adja csak. Jöjjön! Köszi. Mi a helyzet? Még mindig semmi. Ezt nem hiszem el. Hogy a csodába lehet? Találjuk. Mi újság, Ledesma? Nincs jó hírem, uram. Mindenütt keresünk, de mintha a föld nyelte volna. Miről beszélsz? Helikopterekkel folyik a keresés, és semmi? Tudom, uram. Többször átfésültük már a környéket, de se híre, se hamva a leányzónak. Mi az, hogy se híre, se hamva? Hát nem érted, hogy az egész sajtó előtt nevetségessé válunk? Oda nézz! Azonnal kerítsd elő! Megértetted? Meg lesz, főnök. Megyek. Gutierrez, gyere! Akár a föld alól is elő kell kerítenünk. Az nem lehet, hogy egy lánynak egyszerűen nyoma veszett. Addig nem megyünk haza, amíg meg nem lesz. Mozgás, emberek! Meg lesz, érzem! Üdvözlöm, Ácsavál kisasszony! Na, hát... Csak nem te vagy az, akire vigyáznom kell majd. Bruno Moravia vagyok. Bocsásson meg, Moravia úr, tudja, én valahogy idősebbnek képzeltem. Uh-huh. 114. 114 mi? 114 perc késéssel érkezett, kedves Ácsavál kisasszony. 1 óra 54 percet késett. Elnézést kérek, az úgy volt, hogy valami politikai rendezvény miatt... Jól van, igazán nem kell magyaráskodnia, taxi... inkább vegye le a kalapját, kérem. Miért talán nem tetszik magának? Felénk ez a divat. Kérem, mutassa a kurrikulumát. Mit mutassak meg? A kurrikulumát. Nézd, Moravia! Tisztázzunk valamit rögtön az elején. Lehet, hogy késtem egy kicsit, de ez még nem jogosítja fel rá, hogy a kurrikulumomat követelje. Látom már, hogy különleges humora van Ácsavál kisasszony. Csak hogy nagyon sietek, úgyhogy mutassa meg az ajánlásait és a papírokat a tapasztalatairól, ha kérhetem. Persze! Csak vicc volt. Minden a táskámban van, és még a nőkre mondják, hogy rendetlenek. Tessék, itt van. Nézd, mennyi szépet és jót írtak róla. Mindenhez értek, minden nyelven. Ebben az áll, hogy maga 32 éves. Nem nézek ki annyinak. Az a helyzet, hogy a szülőföldemen fantasztikus termálforrások fakadnak, megfiatalítják az embert, nézve a... Kisasszony, jöjjön velem. Kifelé innen! De hát, drága kisasszony, legalább hadd fejezem be a porszívózást! Azt mondtam, hogy kifelé a szobámból! Itt az Isten szerelmére, miért kiabáltok? Ez a spión a fiókjaimban kutatott. Nem, uram, én nem! Á, szóval nem turkáltál a fiókjaimban. Én csak rendet akartam rakni, nem kutattam. Ide nézem, mit találtam, penészes sonkát. Ki tudja, mióta rohad itt? Penészes sonka, Josefina. Rohadó étel tartasz az iskolai holmit között a fiókban. Olyan vagy, mint egy gyerek. Igazán benőhetne már a fejed, lágya. Penészes sonka. Figyelj, Bruno, napról napra jobban hasonlítasz Bernarda nénire. Hamarosan kinőnek a melleid. Norma, most elmehetsz. Eredj a dolgodra, kérlek. Elnézést a galibáért. Mondhatom, szépen bemutatkoztál Ácsavál kisasszonynak. Ó, igaz is. Ne is mondj semmit. A híres nevezetes ilyen kitalálmány. Gyerekpszichológus deviánsoknak. Na, ne fárasszuk egymást. Josefina, légy szíves. Ez az igazság. Megmagyarázom, a bátyám szerint az öcsém és én különcök vagyunk, akik nem tudnak beilleszkedni a társadalomba. Így aztán felvett egy gyermekpszichológust, hogy tisztelettudó, jól nevelt, művelt, tökéletes, vagyis még ostobább gyerek váljon belőlünk.
Befejeznéd végre? Tégy rendet a szobádban, a gardróbodat is beleértve. Ragyogjon minden, különben számolnod kell a következményekkel. Rendben. Lehet, hogy megtalálom valamelyik régi barátomat, aki egykor a szekrényben bújt el és jól elszórakoztat. Feltéve, hogy nem penészedett meg ő is. Köszönj végre illendően Rosario kisasszonynak. Mizus Rosarito, jól vagy? Minden oké, Josefinita. Halló? Hisz, gyere csak. Arra semmi szükség. Gyere már. Láttam, nevettél a barátomon a szekrényben. Tényleg nagyon vicces volt. Ez jó volt. De ne hidd, hogy mert nevetsz a vicceimen, már is megnyertél. Én ugyan nem tanultam Amerikában, de épp eleget tudok a pszichológusokról és nevelőkről, érted? Úgyhogy hozzám valami más módszert találj ki. Hát Csavá, jöjjön velem, hadd mutassam be az öcsémet is. Hogyne. Ciao. Ciao. Lautaro. Lautaro, én vagyok az. Nem láttam elmenni. Hát itt vagy, Lautaro, miért nem válaszoltál? Pardon, jöjjön csak be. Mi ez, mi bajod? Semmi, a tücsöknek. Mi van a tücsökkel? Mindjárt meghal. Mi a csodáról beszélsz? Elpusztul, a percei meg vannak számlálva. Azt te meg honnan tudod? Bemutatom Rosario Ácsávált. Ő foglalkozik majd a nővéreddel és veled. Hogy vagy, kisöreg? Jól. Mindjárt kireheli a lelkét. Megtörtént. Látnok. Te tudsz jósolni. Nem, arra senki sem képes. Az a helyzet, hogy sokat tanulmányoztam a tücsköket, és amikor így mozognak, azt jelenti, hogy hamarosan elpusztulnak. Jól van. Azt javaslom, egyelőre tedd félre a tücsök kérdést, és kezdj el tanulni, mert holnap iskolába kell menned. Jó? Ciao. Nagyszerű. Megismerkedett a testvéreid. Igen, nagyon kedves gyerekek. Nem kell tettetni, Ácsavál. Bármi elmondható a testvéreimről, csak éppen az nem, hogy kedvesek. Mindketten magatartászavarral küszködnek, mindketten rossz tanulók, mindkettőjüknek gondot okoznak az emberi kapcsolatok. Josefina erőszakos, fölényes és hazudozik. Lautaro meg. Egykedvű, elfogja a pánikroham, rövidlátó, és amint azt nyilván észrevette, van egy kis gondja a beszéddel is. De egy csomó minden tud a tücskökről. Vagyis nem minden, csak problém. Ez igaz. Igaz, van, sokat tud róluk. Josefina sokat tud a rock együttesekről és a tetoválásról. Hát ennyi érdekli a világból. Tudom, egyik sem egyszerű eset. De azt mondták, maga a legjobb. Ezért vettem fel. Segítenie kell őket az iskolában, de az életben is. Azt akarom, hogy javítsanak a jegyeiken, és meg kell tanulniuk az emberi kapcsolatteremtést is. Szeretném, ha Josefina anélkül tudna mással beszélni, hogy sértő vagy gúnyos lenne. Ha ott hagyná a léhűtő barátait, és olyanokkal kezdene barátkozni, akikben vannak értékek. Azt akarom, hogy Lautaro végleg legyőzze ezt a beteges szégyenlőségét, ami most jellemzi, és egy kicsit nagyobb önbizalomra tegyen szert, hogy könnyebben vegye a mindennapok nehézségeit. Legyen normális rác. Már az is elég, ha egy kicsit az lesz. Pofon egyszerű az egész. Tudom, nem lesz könnyű dolga. De ha kudarcot vall... Tudom, akkor nekünk végünk. Nem. Akkor magának van vége. Kétségei vannak, Mr. Moravia? Nem, nincsenek. Kiváló ajánlásokkal érkezett. Én megmondtam. A tanulmányi eredményeihez gratulálok. Köszönöm, igazán kedves, akkor itt maradhatok? Igen, itt maradt. Ha tudná, mennyire boldoggá tesz. Csak még valamit, sehol sem tüntette fel a fizetést. Mondjuk mennyit szeretne kapni a munkájáért? Nem is tudom, mennyit kérhetnék ezért, fogalmam sincs. De én sem tudom. Maga pontosan tudja, hogy mennyit ér a munkája. Of course, hogy ne tudnám. Akkor mondja meg, ne raboljuk tovább egymás idejét. Lássuk csak, hadd gondolkodjam egy kicsit. Szóval mondjuk ennyi, ha levonjuk az adót, a nyugdíjat, persze, plusz egy kevéske borravaló, ugyebár az összesen annyi, mint... Hadd nyissam ki az ajtót, tudja, imádok ajtókat kinyitni, engedelmével. Álljon be a garázsba, kérem. Kösz. Hello, nem tudom, mi történhetett, de a környék tele van rendőrökkel. Maga kicsoda?
Hello, Rosario Achával, igazán örvendek, asszonyom. Achával? Achával a gyerekek nevelőnője? Ah, még hogy nevelőnő, ugyan pszichológus. A nevelőnő kifejezés már a kissé elavult, Bernarda. Hiszen még maga is gyerek, Bruno. A feladat elvégzéséhez érett és tapasztalt felnőttre van szükség. De én nagyon-nagyon érett vagyok, 32 éves vagyok. Az nem lehet. Tényleg így van, 32 éves. 1969. június 8-a. Igen. A nők általában letagadnak a korukból, és nem öregítik magukat. Bevallom, nem néztem annyinak. Nos, nekem most muszáj mennem. Költözzön be, este majd megbeszéljük a fizetését. Bernarda, este találkozunk. Most mennem kell, vár a munka. Viszlát! Találkozott már a gyerekekkel? Persze, persze, igazán elbűvölő gyerekek. Miután a gyerekek árván maradtak 7 évvel ezelőtt. Ah, ne mondja, micsoda csapás! És mivel Brunónak minden idejét lekötötte a családi vállalat irányítása, nem maradt ideje a kisebb testvérei nevelésére. És hogy úgy mondjam, meglehetősen engedékeny volt, ez meg is látszik Josefinán és Laudán. Komolyan? Nekem nem tűnt annak. Igen, túlságosan engedékeny volt. Ha annó hallgatott volna rám, maga most nem lenne itt, hogy megpróbálja kijavítani a hibáikat, hogy belőlük is olyan ember legyen, aki... Normális. Ezt a kifejezést használjuk, ugye? Nevezze, aminek akarja. Amit viszont szeretném, ha világosan látna, az az, hogy mi nagyon igényesek vagyunk. Kemény munkát követelünk magától, és elvárjuk, hogy tökéletességre törekedjen. Ha nem, kifizetjük, ami jár magának, és ahogy jött, úgy el is megy. Megértettem. Helyes. Szeretem, ha mindent tisztázunk rögtön az elején. Persze nem akarom, hogy úgy érezze, üldözzük magát. Még hogy engem üldöznek, asszonyom, hová gondol, eszembe sem jutott.